Sziasztok, itt Mitya Ice Cream-ban végre megjelent a Watch Dogs 2, és ígértem nektek, hogy megjelenés napján rakok fel nektek egy videót, hogy lássuk is a játékot. A gép az automatán belőtte a játékot arra beállítások mellé, ahogyan a gépemnek megfelelő és hogy jól fusson. Nyilván nem high, hanem, vagy hát nem very high, meg ultráról beszélünk. Bemutatom nektek, settings, videó, ilyen GTX 980M, tehát ugye mint mondottam volt, ugye laptopon játszom, 2560x1080, 90 fokos látószög, és a quality pedig itt van, hogy high, gyakorlatilag screen pace reflection kapcsolta ki a San Francisco-i ködöt, FXA és temporal filtering van bekapcsolva, ezen kívül bloom, motion blur és depth of field is on. Majd ezt így nézegetni fogom, és itt van egy nagyon érdekes, egy sharpness, tehát itt tudod a játékot élesebbé tenni, most ha így húzogatom ezt a csúszkát, látjátok ott a képen, hogy élesebb lesz. Ezért nem kell, mert tökéletesen éles nekem így a játék. Az FPS pedig hát gyakorlatilag kurva jó, na lássuk. Menjünk egy kört, igazából ez csak egy ilyen rövid videó lesz, mert megpróbálom bemutatni nektek, hogy igazából ez a Watch Dogs nem, tehát hogy milyen lett ez a játék, mert ugye mindenki ismeri az első részt, és hát az nem lett egy olyan hűha. A másik viszont, ami még fontos, hogy ha esetleg az első részt nem ismertétek, egyébként annyi nagy vonalakban, hogy hackerekről szól, és az Chicagóban játszódott az a játék, ugyanúgy van ez a DedSec nevezetű, most nem tudom merre megyek, igazából csak megyek, megyek egy kört, DedSec nevezetű brigád, akik ilyen nagyhatalmú cég, aki olyan technológiával rendelkeznek, amivel az embereknek a személyazonosságát el tudják adni, illetve közzé tudják tenni, így aztán mindent tudnak az emberekről. Ami eléggé gáz, és hát mi végül is egy olyan hacker csapathoz tartozunk, ami nem, ugye nem titok, hogy ebben is hacker vagy, ami gyakorlatilag ezt az egészet próbálja ezt a DedSec nevezetű céget tönkretenni, amennyire lehet. A játék szabad bejárható, tehát ez alatt ilyen GTA-szerűséget értek, ami jó, hát nem egy GTA, nyilván nem egy GTA, de skacok, azért elmondom nektek, hogy azért, és így most közben játszom és látjátok a hátteret, meg ezt, az nem rossz, na. Tehát jó, nem GTA, de kurva jó. Tehát open world, oda mész, ahol akarsz, vannak különböző feladatok, nyilván a story misszión kívül. Vannak különböző feladatok, vannak különfajta tehát missziók, side missionök, akkor ilyen challenge-ek, hogy mit tudom én, próbálj eljutni A-ból B-be cross motorral, úgyhogy nem nyírod ki magad kb. 3 méteren belül, meg ilyen fasságok. Na jó, tehát jó, hát fizika, igen. Tehát míg azért a GTA-ban azért csak ott a fizika, meg neki csattansz valaminek, azért csak kirepül az ember, itt ilyen probléma nincsen, viszont nem is arra van. Ez annyiból hasonlít a GTA-ra tényleg, tehát ha már nagyon az akarjuk hasonlítani, hogy open world. Tehát tényleg oda mész, ahol akarsz. És nagyjából ennyi. Mert a Watch Dogs az teljesen más. Ez arra az alapokra épít, hogy te egy hacker vagy, és hogy minél több módon tudja megoldani egy küldetést, ezért nem tudtak más csinálni, mint hogy összeraktak benne egy nagy open world-öt, egy nagy nyílt világot, és ennyi. Ami össze is jött. A játék egyébként, amit látjátok, nagyjából high beállításokkal fut, 2560x1080-as felbontáson, és laptopon, az új Nvidia GeForce Driver is fenn van, és mint látjátok, remekül viszi, tehát akár olyan mozgatom így a kamerát, tök teljesen jó, 50 fps fölött marad a játék, most ezt mindezt ugye úgy, hogy még a monitorom G-Sync-es is, tehát pontosan olyan nagyon szép szaggatásmentes tükörsima képet kapok, hogy eszméletlen, úgyhogy az Ubisoftnak most tényleg egy hatalmas nagy piros pont. A másik egyébként, hogy remekül skálázható játék, tehát itt tényleg az ultrán felülre is tudsz állítani, ami
ami nem rossz dolog egyébként. Megmondom őszintén, hogy legelőször, amikor elindítottam a játékot, csak belenéztem, belekukkantottam, nem játszottam még vele semmit. Megmondom őszintén, hogy nem ez az FPS számom volt, tehát jóval kevesebb FPS-em volt. Úgyhogy aki esetleg megvette a játékot ugyanúgy, és hasonló gépe van, vagy ugyanez a szintű gép, és felrakta a drivert, az szerintem utána indítsa újra a gépet, vagy kapcsolja ki, várjon vele és kapcsolja be újra, mert most következő bekapcsolásnál viszont körülbelül 20 FPS-en többen van a játékban. Úgyhogy mindenképpen érdemes egy gép restartot nyomatni, miután felraktátok a videokártya drivert, jó? A másik, hogy igen, tehát jó pofa, jól néz ki, nagyon, tehát pofás a játék, skacok, meglepődnétek, én nagyon sok kritikát kapott az első rész, nem véletlen, mert nem úgy nézett ki ugye az E3-on, nem úgy nézett ki, mint aztán az, a játék, mint ahogy az E3-as demóba kinézett, de nem volt rossz, ez egy emberke volt, de az mi, de nem volt rossz. Ugye már? Tehát azért el lehetett vele ökörködni. Na most ez a játék, ez gyakorlatilag ugyanaz, csak annyi különbséggel, hogy még pluszba beleraktak rengeteg olyan dolgot, ami az egyben nem volt benne. Hadd kezdjem azzal például, hogy nem volt kicsi az egyben se a pályarész, de ebben valami hatalmas. Tehát San Franciscóba, hogy így tényleg be lehet járni ezt az egészet, és ahogy kinéz, valami fergeteges. Akkor például, most nem azért, de most komolyan. Itt van az autó, hogy leparkolok, és akkor így kiszállok belőle, és nézzétek meg ezt a kilátásom, minden, ez kurva jól néz ki. És tényleg nagyon állat. És hogyha most nyomok elvileg egy tabot, amiben van itt, taba veszi elé egyébként a telefon, meg minden. Lehet selfie-t csinálni, meg minden lóf, az kurva jó, és amik egy ilyen háttér, hogy hello! 8000 követőm lett egyből, mekkora király vagyok, nem, tehát ez mi? Ja, hagyjam a békén. Igen, tehát így most így el is engedem, és csak annyit szeretnék mondani, hogy abszolút ajánlom mindenkinek ezt a játékot, aki tényleg szerette az első részt, mert így most a második rész gyakorlatilag mindenben jobb lett, optimalizálás téren pláne, de tényleg, úgyhogy igazából ezt szerettem volna mondani. A másik pedig, hogy ha van rá igény, és többen jelezzétek lent kommentben, légy szíves, hogy szeretnétek te erről esetleg egy végigjátszást erről a játékról, avagy annyira a végigjátszás nem lenne érdekel, inkább rakjak még fel olyan videót, hogy ultrán hogy megy a gépemen, vagy hogy ultrán felül, vagy very high-on, és akkor ezt így egy ilyen összehasonlító videót rakjak össze, esetleg, mert az jobban érdekel titeket. Jó, ezt légy szíves, mondjátok ott lennel, írjátok le nekem kommentbe. Úgyhogy igazából én ennyi voltam. Ha tetszettek ez a videó, nyomjatok egy lájkot, ha nem tetszett, nyugodtan diszlájkoljátok. Ha nem iratkoztatok fel még a csatornámra, akkor tegyétek meg, és akkor lassan, de biztosan folytatjuk szépen a Bloodborne-t és a Dishonored 2-t, mert mind a kettő zseniális játék, és mindegyik nagyon jó, bár a Dishonored ráférne egy jó performance patch, mert már az idegeimen táncol. Úgyhogy ja, na sziasztok!